Jó estét, Szombathely! Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és megköszönöm, hogyha megtisztelnek bennünket, és az előttünk álló közel 40 percben velünk lesznek. Nem kell, hála Istennek, sok témát önöknek felkínálnom, hiszen a mai étlapunkon egyetlen téma szerepel. Egy előestéjén vagyunk, egészen pontosan fogalmazva, hiszen 2 nap múlva, október 31-én lesz a 497. éve, hogy 1517-ben a Wittenbergi várkapu kapujára Luther Márton kitűzte a tételeit. A reformációról beszélgetünk ma este 2 nappal ezen évforduló előtt. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban egyik vendégünket, Steinl pap Judit evangélikus lelkészt, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség lelkészét. Köszönöm, hogy itt van velünk. Jó estét! Jó estét, szeretettel köszöntöm a nézőket. És Jakab Bálint református lelkész urat várjuk ide majd, ő jelezte, hogy egy picit csúszni fog, hát végzi a dolgát, ahogy ilyenkor ez gyakorlatilag lenni szokott. De mi azért kezdjük el a beszélgetésünket a reformáció kapcsán. Ugye akár előre is mehetnénk, és azt mondom, hogy 3 év múlva 500. évforduló lesz, amelyre készül, nyilván az ország készül, készülnek a protestáns egyházak is. Erről majd később ejtünk néhány szót, de az evangélikus egyházon belül is már most lelkes készülődések zajlanak. Ennek például egy könyv is bizonyítéka, amelyet hozott magával lelkész az, hogy és mi minden még, amelyről beszéljünk most. Így van. 2010-ben a Magyarország Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságot hívott életre, melynek tagjai között több teológia különböző ágaiból résztvevők vannak jelen, tehát így mint egyháztörténész, újszövetséges professzor, püspök, médiából bent levő személyek, akik igyekeznek előkészíteni az 500. évfordulóra való eseményeket, vagy ünnepi eseményeket. És ez a kötet, amit magammal hoztam, ez az idei évnek az evangélikus naptára. Ha szabad kérnem, akkor én meg is mutatnám közben majd a kamerának. És ez a 2014-es évnek a tematikáját tárja elénk, reformáció és kultúra az idei esztendőben, ami meghatározza az egyházon belül az ünnepi készülődés. 2010-től 2017-ig minden évnek egy adott témája van, így volt már a szabadság, a tolerancia, a nők, és 2015-re pedig az oktatást, reformációs oktatást tűzte zászlajára az evangélikus egyház. Ha már a reformációról esik szó, és egy picit fényes itt a képernyőn ez a könyv, hadd lássa mindenki, ha valaki érdeklődne, hogy hogy is néz ez ki. Köszönöm szépen. Akkor vajon beszélhetünk-e arról, mert én azt a kérdést még nem tettem fel. Ugye nyilvánvaló, hogy Luther kezdeményezésével egy időben Zwingli, majd Calvin, János Weisban is megkezdték a maguk munkáját. De ez a reformáció, ez úgy tűnik talán, hogy soha nem fog véget érni. Tehát, hogy egyfajta reformációra, amíg világ a világ, amíg ember él ezen a földön, mindig is szükség lesz. Így van. Tehát újra és újra szükségünk van arra, hogy megújuljunk, mert ahogy tapasztaljuk magunk körül, eldeformálódunk. Tehát a most keresztény szempontból nézve a bűn uralkodik rajtunk, és újra a cselekedeteink, a szavaink, a tetteink, azok elformálódnak, deformálódnak a Krisztusitól. És ezért nagy szükség van újra és újra a reformációra, hogy visszatérjünk a Krisztusihoz, amit Luther Márton is megfogalmazott, és egyik tételt a egyedül Krisztus fontos számunkra, és hozzávaló visszatérés a Szentírás. És nagy szeretettel köszöntjük, akkor Jakab Bálint lelkész urat is köszönöm szépen, hogy eljött. Én elmondtam a nézőknek, hogy most is dolgozott, most is gyakorlatilag egy megbeszélésről érkezett, de köszönjük, hogy ide jött, és megvárjuk, amíg egy kicsit kifújja magát, egy kis vizet addig esetleg fogyasszon. A reformáció témánk ma egész este, és így fogunk hármasban beszélgetni sok mindenről. A reformációról akkor, és a reformációról ma, hogy mi szükség van ma is arra, hogy beszéljünk erről a témáról, mert hiszen a reformáció valójában ugye valaminek a megvizsgálását jelenti. Nem egy újszerűséget. Sokan azt mondják, hogy megreformálják,
innoválni, vagy innoválni, innovációról beszélni, ugyanaz, nem ugyanaz, de ez az én véleményem. Tehát az innováció valami teljesen új dolog, még a reformáció azért a réginek a megvizsgálása, annak a rossz dolgainak a lesöprése, de az értékek valamilyen szintű megtartása is benne van. Hát csak ennél több, hogyha visszamegyünk abba a reformációba, amiről most megemlékezünk, ugye az 1517. október 31-hez köthetően, akkor, ahogy valaki mondta, igazából az egyház új ruhát vett fel, anélkül, hogy megváltoztatta volna a lényegét. Tehát a reformáció egyházai a tanításban hoztak újat, gyakorlatilag sem egyházszervezetben, ugyanúgy megőrizték például a korábban létező struktúrájukat, a gyülekezet, az egyházmegye, ugyanúgy megőrizték az esperes püspöki székeket, sőt a skandináv evangélikus egyházak még fennebb az érseki struktúrájukat is megőrizték. Tehát ebben az értelemben nem hozott újat a tanításban, tehát a dogmatikai rendszerében hozott újat. Ugyanúgy a falu közösségek, tehát hogy még mondjak, hogy mi az, ami megmaradt. Hát egy faluban, mit tudom, én nem mondom, egyik héten még misére mentek, és a másik héten istentiszteletre, de ugye teljes falu közösségek, illetve régiók tértek át a reformáció tanítása nyomán, és ugyanúgy megmaradt szervezőerőként az egyház helyben. Működtette tovább az iskolát, működtette tovább azt az erkölcsi rendet, ami korábban is ott volt, esetleg egy másfajta liturgiális keretben, vagy valamit külsőségeken változtatott, de ugyanazok az emberek, ugyanazoknak a gyerekei és az unokái ültek be a templomokba. Tehát mikor a reformációról beszélünk, akkor érdemes így látni ezt a történetet. Folyamatossága van, ahogy szoktam mondani, hogy a mi őseink is Árpáddal jöttek be a Kárpát-medencébe, és a mi őseink között is ott vannak a katolikusok, ortodoxok ebben az értelemben az egyetemes egyház. Tehát itten időben meg tudjuk fogni a reformációt, mint tény, de igazából tartalmát tekintve egészen fel a 20. századig dogmatikai rendszerében különböző, de ahogy mondtam, felépítményében hasonló struktúrák voltak. Hát többé-kevésbé természetesen ilyen, hogy pápai főhatalomnak elismerése, meg egyéb ez. Ugye ez is dogmatikai kérdés volt inkább. A világ akkor fogékony volt, hiszen hogyha most a tudományos kutatási eredményekre gondolok, vagy csak a könyvnyomtatásra, tehát olyan forradalmakra, mint ami a könyvnyomtatás is volt, a felfedezésekre, vagy a kultúra hirtelen megváltozására, szóval azt gondolom, hogy fogékony volt akkor a világ, tehát egy jó táptalaj volt mindez, amit most felsoroltam, azoknak az új szellemi gondolatoknak, amelyeket a reformátorok hoztak. Jól gondolom? A mai világgal összehasonlítva? Igen, tehát azban volt különleges. Ugye az egyházban, bocsánat, hogy én megint magamhoz ragadom a szót így hirtelen, a reformáció az azért indulhatott meg, mert, hogy úgy mondjam, a csillagoknak olyan volt az együttállása. Tehát egyszerűen a világi hatalom részéről is már létezett egy olyan támogatás és szabadság, tehát azért, ha valaki beleássa magát egy picit az egyház történetbe, akkor az nagyon jól tudja, hogy a reformáció vagy az akkor megelősödött polgári városokban, ilyen volt mondjuk Svájc, Svájcban Genf, illetve a Zürich, tehát ezek a városok, vagy pedig Németország esetében, ott, ahol például német választófejedelmek, a szász választófejedelem már olyan erővel rendelkezett a központi hatalomhoz képest, a német-római császárhoz képest, ahol például Luther Márton meg tudott védeni az inkvizíció elől. Tehát itt azért ezek mind-mind ott vannak, mert különben korábban is voltak reformtörekvések, hát igazából az egész az egyház történetét végig kísérik. Az evangéliumhoz való visszaigazodás, nem tudom, szabad egy gondolatot, hogy mi maga a reformáció a jelentésében is az, hogy reformare, visszaigazítani az egyházat a Szentírás tanításához. Visszaigazítani az egyházat a krisztusi alapelvekhez. Ezért fogalmazódik meg, itt most nem akarom a nézőknek felsorolni, a négy reformátori alapelv, amit mai napig vallunk. Tehát ez visszaigazítást jelent. Ugye azt vallották a reformátor őseink, hogy eltorzult az egyház az évszázadok alatt, az egyházi gyakorlat, és vissza kell igazítani a Biblia tanításához, az egyszerűséghez, a tiszta tanításhoz, a Biblia legyen a központban, és hát egy néhány dogmatikai igazság. Igen, és ha már itt a könyvnyomtatást említettük, akkor valóban ez volt egy nagyon nagy erő, hogy kézbe tudták adni
egyrészt a szentírást, és nyilván ugye elindult a fordítások, tehát az anyanyelvi szentírás, kiemelhetjük itt a közelünkbe Sárvárt, hiszen 1541-ben Szilveszter János az Új Szövetséget Nádasdy birtokán lefordította magyarra, vagy pedig ugye 1590-ben majd a Károli Biblia, és hogy mindez magyar területen is olvashatták, szívhatták magukba. Tehát valóban egy jó tártala is volt. Mindazt az olvasmányt, ami a reformáció alapja így van. Volt. Tehát gyakorlatilag, ha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag, amiről beszélnek a reformátorok, azt nem tudták volna kézbe adni, hogy olvasd és tanulmányozd, erről beszélünk. Így van, itt még egy dolog van, az egyik ez. Tehát maga a könyvnyomtatásnak a megjelenése forradalmasította, tehát nagy tömegbe lehetett az emberek kezébe adni, azért tudni kell, hogy ott azért az iskolázottság, pontosabban az olvasni tudás behatárolta, tehát azért nem a mai viszonyok voltak, viszont nagyon fontos volt az, hogy azokhoz, akik érdeklődőek voltak, ezek eljussanak. Tehát ez az egyik nagy vívmány, hogy ez a Gutenberg galaxis betör a világunkba, és ezt a reformáció, hogy úgy mondjam, a maga szolgálatába tudta állítani, pontosabban annak az ügynek a szolgálatába, amit képviselt. És a másik, ami szorosan a reformációhoz köthető, ez az anyanyelvű bibliáknak és az anyanyelvű irodalomnak a megjelenése. Tehát ez nagyon komolyan oda kötődik minden nyelvben. Az első anyanyelvű biblia fordítások az gyakorlatilag nyelvtörténeti események, akár a németeknél, akár a franciáknál, akár az angoloknál és nálunk magyaroknál is. Tehát a reformációhoz ez nagyon komolyan hozzá köthető, hiszen azt vallották, hogy az Isten igéje mindenki számára, mert minden ember egyenlő az Isten teremtési rendjében. Ezzel mellesleg felrúgták a középkori, államrendet, most idézőjelbe teszem. Egyenlő, ezért minden embernek joga van az Isten igazságához hozzáférni, és ezért fordítják anyanyelvre a Szentírást, és anyanyelven adják a tömegeknek a kezébe. Most tömegek alatt azokat kell érteni, akik tudtak olvasni természetesen. Mennyiben érdekes az a gondolatmenet, amit, hogyha az ember egy kicsit utána olvas a reformációnak, hogy azt írják források, hogy ugye a mozgalom elveit akkor mindenki saját érdekében kezdte értelmezni. Tehát, hogy a kezdet kezdetén minden egyes réteg, a szegénység, a nemesség, tehát mindenki a maga módján próbálta értelmezni a reformátorok gondolatait. Ez mennyiben jelenthetett, mondjuk, hát jócskán nehézséget, hogy nem volt még egyértelmű a magyarázata a reformátorok gondolatainak? Hát az igazából kezdettől létezett, mindig voltak tekintélyek. Hát az reformációnak, ha a korabeli hitvitákat követjük, nagyon érdekes, hát ebből egy jó néhányat lehetne, hogy a reformátorok például, mivel jöttek, ugye mik voltak az argumentációk? Az egyik volt a szentírás tekintélye, ez volt az egyik a legfontosabb, a másik pedig az úgynevezett egyházatyáknak az iratai. Uh-huh. És ez volt a döbbenetes, hogy a reformátorok azok nagyon jól ismerték. Mondjuk én Calvint ismerem annyira, amennyire, tehát a saját területükön verte meg a konkurens teológusokat, ugyanis Calvinnak egy ilyen szivacsagya volt, ma mondanák, nagyon jó volt a memóriája, ugye, a hardware az tele volt ilyenekkel, és ő azonnal citálta, eredetiben latinul természetesen az egyházatyákat, és mivel tekintélyek voltak, tehát hogy lehetett hitelesíteni a tanítást a tekintéllyel, a szentírás tekintélyével, és a mindenki által elfogadott egyházatyákkal, Krizosztómusszal, Naciani Nagyszent Gergellyel, Augustinusszal, tehát akik a Aquinói Szent Tamással, akik a tekintélyek voltak. Na most ezeket hozták elő, és ezekkel vitatkoztak, és ettől kezdve, ugye, tehát mivel sokféle értelmezési lehetőség kínálkozott, viszont ott volt a tekintély, mint olyan, ez még létezett a középkorban rendesen, de ma is azért, ha vannak olyan fajsúlyú emberek, mondjuk kereszténység tekintetében, ha a pápa megszólal, és mondjuk egy enciklikát kiad, azért oda szokott figyelni a világi sajtó is rá, vagy ha valahol mondjuk egy nagy országnak az államelnöke egy nyilatkozatot tesz, arra oda szoktak figyelni.
egyszerűen a tekintélyből fakadóan, és nem csak azért, mert mondjuk olyan okos dolgokat mond, lehet, hogy az is, lehet, hogy más is egy egyszerű ember elmond, de nincs mögötte a tekintély. Tehát ez volt a vitatkozás, ugye, amikor sokfelé elment, de valóban a reformáció ideje az egy olyan termékeny időszak, amikor különböző tanítások születnek meg, és aztán elmennek némelyek a radikalizmusabb értelmezés és cselekvés felé. Hát mondjuk egy klasszikus, mindenki által, vagy legalábbis a történelmet valamennyire ismerő emberek előtt ismert történet a Németországban, ugye a Luther és a Müncer Tamásnak a szembenállása. Ugye Luther miközben sarkalatos igazságokat fogalmaz meg, ő azért mégiscsak a felsőbb a nemességnek a képviselője marad. Müncer Tamás, ő radikálisabban kezdi ezt értelmezni, és egészen leviszi a paraszti rétegekig is, tehát eljutnak ebben addig a történetig, ami aztán hát Németországot úgy kicsit megégeti abban a korban. Bizony. A reformáció egyébként egy radikális pillanat mindig? Ugye most szó volt arról, hogy van, aki radikálisabban végzi. Ugye, mert nagyon sokan azt mondják, hogy igen, a reformáció az mindig egy radikális pillanat. Ott nincs vagy ez, vagy az, hanem ott megvannak azok a nagyon átgondolt, nagyon józan érvek, amelyek mentén megtörténnek aztán a változások. Minden Isten döntés radikális, és a reformáció is radikális, ezt el kell mondani. Tehát ott nem voltak kompromisszumok. Ott azt ki kellett mondani, utána aztán lehetett finomítani, meg sok minden mást az idők folyamán, de ott ki kellett mondani abszolút igazságokat, mert ha az ember nem mer és nem tud kimondani, akkor hogy mondjam, nem tudja azokat az igazságokat letenni, amiket sarkalatosan megfogalmaz. Tehát ilyen értelemben a reformáció radikális volt természetesen tanításában, az, amiről korábban beszéltem, hogy az egyház szervezeti felépítésében, meg egyebekben ott meg tovább vitte a tradíciót. Tehát Luthernek az a jól ismert mondata, itt állok másként nem tettek, amikor ő tényleg nagyon határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy már pedig nem fogja visszavonni az iratait a birodalmi gyűlésen, csak akkor, hogyha bebizonyítják, hogy ez a szentírásnak ellentmond, amit ő tanít. Tehát ő nagyon radikálisan ragaszkodott, és a reformátorok is az íráshoz, ami az egyik alapelvünk, vissza a Szentíráshoz. Egy nagyon picit, ha megengedik nekem, akkor idéznék dr. Jó Sándor református lelkész írását találtam meg 1962-ből. Így írt, ma már valóban mindenki olyan vallás, amelyennek vallja magát, és nem amilyennek született. Egyre kevésbé számít az, hogy ki, hol, milyen lelkész hivatalban, milyen anyakönyvben van nyilván tartva, és egyre jobban az válik döntővé, hogy mit érez, mit hisz, és ennek milyen módon ad kifejezést. Ezek nagyon-nagyon szép gondolatok, 1962-ből azért gondoljunk bele, hogy... És akkor folytatja, és azt gondolom, hogy erről kellene pár gondolatot ejtenünk. Az igazi reformáció, írja tovább, sohasem az, amit az emberek csinálnak, hanem amit Jézus csinál. Mi sohasem tudunk igazán újat teremteni, mert nem tudjuk magát az embert megújítani. Hát kérem tisztelettel, várjuk most akkor a magyarázatokat, hozzászólásokat. Szóval, hogy tekintsünk ezekre a gondolatokra, mert nagyon-nagyon súlyos gondolatok ezek. Hát annyit bevezetésként, vagy kiegészítésként, hogy dr. Jó Sándor pasaréti református lelkész volt Budapesten, és korának egyik legnagyobb ige hirdetője, legbiblikusabb, ahová özönlöttek az emberek a pasarétre, ma is egy nevezetes hely a budapesti gyülekezetek között. És ő nem véletlenül, tehát nagyon mélyen, nagyon hatalmas tudással fogalmazza meg ezeket a gondolatokat, és akkor már mélyen benne élve egy világvárosi valóságban, amiket hallottunk. Ő látta már 1962-ben, hogy mondjuk egy Budapest méretű városban merre is megy a kereszténység, de ha éppen az elmúlt években megjelent az ő ige hirdetéseinek több kötetes gyűjteménye, amit abban az időben még magnószallagokra vettek fel, csodálatos olvasmányok ezek, azzal a tisztánlátással és örök evangéliumi üzenettel, ami itt ezeknek a gondolatoknak a végén is megjelenik, hogy nekünk tisztába kell lenni azzal, hogy mi
emberek nem vagyunk képesek az embert megújítani, önmagában nem a reformáció újította meg az embert, hanem Krisztus újította meg az embert, és így tette alkalmasakká a reformátori szolgálatokra, szolgálatra, és ma is így tesz. Tehát egy Krisztushoz viszonyuló radikális döntés az ember életében, ha az előbb szóba került a radikalizmus, az, ami víz bennünket, és ezért örök a reformáció, hiszen minden nemzedéknek, sőt minden embernek egyszer csak fel kell tenni, amennyiben a saját életének értelmét keresi, hogy én személyesen hol állok ebben a világban, mihez viszonyulok, mik a legfontosabb értékek az életemben, és hát talán még addig is erről, hogy hogyan viszonyulok én az örökkévalóhoz, pontosabban az életem végéhez, egy kicsit ugye halottak napja közelében is vagyunk, az életem végéhez, hogyan viszonyulok az értékekhez, amik fontosak, családhoz, közösséghez, nemzethez, kortársakhoz. Tehát ettől érdekes, és amennyiben van egy Isten érintettség az ember életében, akkor óhatatlanul nem csak önmaga számára teszi fel ezeket a kérdéseket, hanem erre választ is próbál adni, és így próbál viszonyulni ahhoz a világhoz, amiben él, innen nézve pedig a reformáció örök. Ezek az október 31-ék arra valók legfenebb, hogy ezeket a kérdéseket, mint minden évfordulónál újra és újra merjük feltenni önmagunknak. Köszönöm szépen, Lelkész asszony. Igen, és tehát, hogy itt a reformáció, tehát hiszem azt, hogy hát igen, nem egy Luther Márton, meg sorolhatnánk a reformátorokat, akarták megváltoztatni az akkori világot és embereket, hanem hogy Luthernek is a torony élményét jól ismerjük, a szentírás olvasása közben a szent lélek világosította meg őt a, például a kegyelem tanáról, hiszen sokat küzdött ő ott a szerzetesi cellájában, az egész bűnbocsánat kérdésével is, és ugye a Szentlélek Isten indított elő benne azokat a folyamatokat, amelyeket ő aztán nem rejtett véka alá, hiszen tovább kellett adni az evangéliumot, erre indított őt az Isten, és hogy naponta szükségünk van erre a megtérésre, tehát ugye naponkénti megtérést, ahogy hangsúlyozta is Luther is, újra és újra visszatérni, hogy Lelkész úr is említette, hogy megvizsgálni azt, hogy hol állok én, hol állok én az Istennel, hol állok én ebbe a világba, és hogy ezt naponta meg kell tenni a keresztény embernek. Nézzünk akkor néhány gondolatot azzal kapcsolatosan, hogy a reformáció mit üzen a mai kor világának, hol van a szerepe abban, hogy könnyebben éljük meg azokat a nehézségeket is, amelyek mondjuk például a gazdasági válsággal kapcsolatosak voltak, hiszen olvastam az interneten, hogy egy keresztény embernek az ilyen nehézségeket, mint amit a gazdasági válság is hozott, sokkal könnyedébben kell átlépnie éppen a hite miatt. Ezek érdekes gondolatok egyébként, de valahol azt hiszem, hogy talán nekünk is fel kéne tennünk ezeket a gondolatokat. Egészen pontosan így hangzik, mert kértem, a válság a társadalom minden szintjén jelentkezik. Nekünk, keresztényeknek kell ezen a korláton elsőként túllépnünk. Ez nem csak azt jelenti, hogy könnyen túllépünk, hanem hogy példát mutatva kell ezeken túllépnünk. Ez így igaz? Ez is egy ilyen reformátori cselekedet, hogy én megmerem tenni ezt a lépést, meg tudom tenni ezt a lépést? Példát tudok mutatni ebben? Ez is egy önvizsgálat, nem? Tehát, hogy meg tudom-e tenni, nekem kell-e megtennem, mit kell tennem? Tudnom kell, hogy mit kell tennem, azt megtehetem-e, és egyáltalán hajlandó vagyok erre. Hát nagy volt a levegővétele. Én azt hiszem, hogy ez egy biblikus alapállás, tehát én nem szűkíteném le ezt a református tanításra, egy biblikus alapállás ez, hogy az embernek, a hívő embernek ugye a hite átsegítené, ez a teória nagyon sok nehézségen, viszont hát vannak olyan dolgok az életben, tehát azért, hogy hívő vagy nem hívő, amikor egy vállalkozás ott áll, hogy csődbe megy, akkor azt hiszem a hívő embert is ugyanúgy megkínozza. Amikor egy hívő embernek veszteségei vannak, és itt most lelki veszteségre gondolok, bocsánat, de valaki a családjában meghal, az ugyanúgy veszteség neki is, még akkor is, hogyha neki van egy másfajta reménysége, a feltámadás és a találkozásnak a reménysége, de hát emberileg azért mégiscsak arról van szó, hogy mondjuk egy édesanya, vagy egy édesapa, vagy egy testvér,
valaki meghalt. Tehát a veszteségek azok érintik az embert, és nagyon sokszor azt látjuk, ezt töredelmesen meg kell vallani, hogy az embernek pont akkor fogy el a hite, mikor a legnagyobb, bocsánat, szükség lenne rá. Na most nem azért, mert nincs igaz hite neki, hanem azért, mert néha emberek vagyunk. És a hit is már olyan, hogy a hit maga erős, ami Istentől való, de hát néha azért vannak olyan dolgok, amik átcsapnak az embernek a feje fölött, és bizony kerül az ember nehézségekbe. Alapvetően viszont például egy válságkezelésnél azt azért látni kell és tudni kell, hogy a válság megoldása az Istenben van. Tehát a válság az mindig egy belső válság is az emberben, mert ha én most térjek vissza egy vállalkozáshoz, lehet, hogy egzisztenciálisan megrendít. Megrendít engem, megrendíti a családomat. De akkor is tudom, hogy az életem és a családom az Isten kezében van. Egy gyönyörű történet van, évekkel ezelőtt olvastam, már nincs az élők sorában, Johannes Rau, német szövetségi elnök, aki egy református ember volt, őt úgy hívták különben a német Bundesrátban, hogy Páter Johannes, János atya vagy János Páter, ugyanis amikor a Bundesrátban Észak-Rajna-Vesztfáliának volt sokáig a miniszterelnöke, így került a német felsőházba, és olyan tekintély volt, bár szociáldemokrata volt, hogy német köztársasági elnök is lett. Most ővel olvastam egy interjút, őt azért hívták különben János Páternak, mert minden felszólalását egy biblia idézettel kezdte. És akkor onnan indult a német politikai közéletbe. Na most vele olvastam egy interjút, és abban egy érdekes mozzanatot nagyon megmaradt bennem. Olyan betegsége volt, hogy meg kellett műteni, és mikor hát elkészítették, ugye akkor már köztársasági elnök volt, hát azért a ottani egészségügyi viszonyokhoz mérten kapta a kezelést, viszont mielőtt a műtőbe betolták volna, az ő lelki gondozója és nagyon jó, a legjobb lelkész barátja odament, imádkozzon érte. És mikor imádkoztak, egy ilyen fehér levelező lapot tett le a műtőágya szélére, és elment szó nélkül. És ő felemelte ezt a lapot, és elolvasta, és ez volt rajta magyar fordításban. Mondom, ne félj, Johannes, soha nem eshetünk mélyebbre, mint az Isten tenyerére. Ez nagyon szép gondolat. Most a válságban ez van visszatenni. És ez mindig, ne félj, mert soha nem eshetünk mélyebbre, mint az Isten tenyerére. És ez akármilyen lelki válság, anyagi válság, krízis helyzet az ember életében, ezt úgy nagyon kellene mondogatni magunknak, hogy ne félj, mert soha nem eshetsz mélyebbre. Köszönöm szépen. Igen, és itt ehhez szeretnék annyit hozzátenni, hogy itt ilyen válsághelyzetekben nagyon nagy megtartó erő az, hogy egy közösségbe tartozunk. Tehát adott gyülekezeteink közösségébe tartozunk, hiszen mindig adódik, legalábbis saját tapasztalatom, hogy ha meggyengül a hitem, akkor adódik olyan másik ember, aki pont akkor mellém áll, és hiszem azt, hogy jó Isten akkor odaállítja mellénk, és megtart, és segít. És most, ha már itt előjött a szó gazdasági nehézségekről, hiszen adódhat kinek-kinek az életében, akkor az egyik reformációi alapelv is, vagy helyesebben mondva reformáció, elindította azt, hogy szociálisan igenis felelőssége van a keresztény embernek, a gyülekezeteknek, reformáció gyülekezeteknek, hogy odálljon a másik mellé, és nyilván lehetőségeinkhez mérten hogyan tudjuk segíteni a másikat, hiszen egy közösségnek ez is feladata. Egyébként ezt is találtam, ezt a mondatot azzal kapcsolatosan, amit lelkészasszony most mondta, hogy egy gyülekezet legyen tudatában missziójának. Ez egy jó gondolat? Ez egy reformációhoz illő gondolat? Hát inkább azt mondanám keresztény gondolat. Éppen a európai kereszténységnek a gyengesége, ha ezt mondhatjuk, abból fakad, hogy feladta missziói küldetését. Ezt nálunk is látjuk, és Nyugat-Európában is látjuk. Tehát az egyház abban a pillanatban elveszíti, hát nem mondom, hogy létjogosultságát, elveszíti a küldetésének egyik legfontosabb elemét, amikor lemond a misszióról. És a 20. század pontosan ezt hozta, amivel nálunk megtörténhettek azoknak az ideológiai áramlatoknak a térhódításai, amik megtörténtek, amit ismerünk ebben a tragikus 20. században. Éppen ezért elbátortalanodott az egyház is ebben a missziói tudatában, tehát addig volt erős, most
itt maradok a mi kis földrészünkön, Európában, hogy addig volt erős az európai kereszténység, ameddig képes volt ezzel a missziói tudattal kilépni a világ színpadra. Ez elég sok minden kötődött természetesen az úgynevezett hódításoknak a során, vagy a felfedezésekhez kapcsolódóan, de ha valaki olvassa, nekem gyerekkoromban ugye utólag értelmeződött újjá James Fenimore Coopernek az indián regényeit, nem tudom, a mai nemzedék még olvassa, de talán szerintem a mi nemzedékünk az utolsó Mohikánt még olvasta. Na most ott nagyon érdekes, hogy ott ezekben az indián regényekben mindig ott vannak ezek a csetlő, botló, angol száz világból nagyon jól ismert prédikátorok, akik mennek, akik a vadnyugat meghódításával egyidejűleg lelki kötelezettségüknek érzik azt, hogy az evangéliumot vigyék az akkor még úgynevezett vadak közé, ugye az indiánokat vadnépeknek tekintették. Tehát ott nem csak az a fajta hódítás volt, ami nekünk elsősorban itt európaiaknak beugrik, hogy ottan területeket vettek birtokokba és kiépítették ugye azt a rendszert és jogrendszert, amit ma Amerikából ismerünk, hanem ott bizony párhuzamosan ezzel igenis folyt a misszió abba az irányba, de Afrikában is, hát a legnagyobb afrikai felfedezők azok, hogy mondjam, missziós töltettel indultak el, és közben felfedezték a Niagara vízeséstől a közép-afrikai térséget mindenhol. Egy dolog, hogy aztán ennek a hullámán, vagy hogy mondjam, a farvizén bement az európai nagytőke, és hát elvégezte azt, amit ismerünk a történelemből, de ezek a töltések megvoltak mindvégig. Tehát a reformációt követően érdekes, hogy ez a missziói tudat felerősödik, hiszen ugye a reformáció európai térhódításának a visszahatásaként indul meg a katolikus misszió a dél-amerikai területekre, amit itt veszítettek, ott próbálják visszaszerezni az angolok meg az észak-amerikai részekre, de ott azért teljesen más történet. Szóval nagyon érdekesek, hogyha innen nézzük, tehát a misszió nélkül, a missziói tudat nélkül nincs egyház, és amennyiben nem tudja az európai kereszténység ezt újra fogalmazni, úgy milyen szociális, hogy mondjam, cselekvésekbe próbálja kiélni önmagát, ami nem rossz, tehát ezzel én nem akarom leírni, viszont az egyház a lényegét veszíti el, amennyiben a missziói küldetését feladja, hiszen Jézus Krisztus erre küldte el az ő tanítványait, hogy menjetek el a világba, és kereszteljetek meg mindenkit, hogy az Atyának, Fiúnak, Szentlélek neveiben, és tanítsátok meg őre, amit én parancsoltam nektek, és akkor én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát ez az egyháznak a lételeme, a misszió. Egy dolog, hogy most már Európában ott tartunk, hogy lassan kívülről jönnek ide, tehát itt magunkat kell misszionálni. Remisszionálni. De... Igen, hát itt aki Szombathelyen jár, ugye nálunk még nem, de katolikus templomokban már lehet látni közel és távol keletről, meg Dél-Amerikából érkező, vagy Európa más országaiból érkező papokat, mert hát itt tartunk is, Ausztriában 30% a katolikus papoknak már lengyel származású, mert nincs, és hát mehetnénk tovább, de ez egy másik problémakör, csak jelezni szeretném, hogy hát ott vagyunk, amikor a reformációra, illetve hát erre a misszióra, mint léteremre szükségünk van, ettől vagyunk. És ha ez meg lesz, hogyha az evangélium áthatja az életünket, a mindennapjainkat, akkor talán könnyebben átlendülünk válságokon is, lelki, anyagi válságokon, talán újra tudjuk egy kicsit fogalmazni önmagunkat mértékletességben, környezetvédelemben, a pénzhez való viszonyunkban, nem csak mindig előre akarunk, kicsit talán a szolidaritás is erősebb lesz egymás iránt, tehát azok előjönnek azok a felelősségek, amik ott vannak a Bibliában, amit egyetlen bibliai mondatban így tudnék megfogalmazni a kedves nézők számára, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Nagyon köszönöm. Lelkész asszony, misszióval kapcsolatosan fontos, hogy a gyülekezetek? És igyekszik is az egyház, azt mondom, azokat az új utakat is megtalálni, hogy hogyan tudjuk elérni akár a fiatalokat, az internetet jól felhasználva, és a mai technikai eszközöket jól használva, akár elérhetik a napi igét, a bibliaolvasó útmutatót a telefonjaikon keresztül, a gyerekek vagy a Facebook oldalakon keresztül. Nyilván jól kell használnunk és haladni a korral, hiszen a reformáció is az adott korban pont az, hogy kiment a nyilvánosság közé, az emberek mindennapi problémáival elkezdtek foglalkozni, hiszen Luthernek is több irata akár a gazdasággal, oktatással, politikával foglalkozik.
tehát kinyíltak. Egyfajta szabadság is, de ez veszélyes is a másik oldalon, hiszen ezzel jól kell érnie a felnőtt keresztény embernek. Mindig fontos volt, azt gondolom, akár az evangélikus, akár a református egyházat tekintjük, azok az iskola típusok, amelyek jellemezték a két egyházat. Fontos az, hogy ma is ezek az iskolák meglegyenek, jól működjenek, akár általános középiskolai felsőoktatási szinten, tehát teológiák működjenek Magyarországon. Tehát kell ez most örömmel, hála Istennek, most bocsánat, hogy most mellék vakvágányra megyek, és a reformáció kizik, de örülünk annak, hogy a református egyház is iskolát indít Szombathelyen. Szóval kellenek ezek a dolgok, hogy látják a lelkészek? Egyszerre vettek levegőt, biztos, hogy fontos, amit mondani. Egyetlen mondat jutott eszembe, ugye ezt a régiek mondták, hogy az iskola az Isten veteményes kertje. Abszolút azt gondolom, hogy hát én nekem egy személyes érintettség is, hogy engem a líceum, tehát a Soproni líceum indított, illetve az ott kapott lelki töltet indított arra, hogy aztán végül is a lelkészi pályára kerültem, teológiára kerültem, és ökumenikus szempontból is nagyon fontosak az iskolák, hiszen különböző felekezetű gyermekek, diákok megtanulnak együtt élni, megélni a hitüket, és sokkal több mindent megtanulhatunk egymásról is, egymástól is. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon fontos, azt gondolom, az iskoláknak a léte. Hát ugye nagyon fontos volt itt, érdemes lenne egy iskola történeti rövid exkurzust tartani, de nem akarok. Ez egy másik külön adás lenne szerintem, de esetleg egyszer ezt is érdemes átbeszélgetnünk. Így van. Tehát az egyházi iskolák ugye abban voltak erősek, hát korábban nem is lehet, 19. században jelennek meg az állami iskolák, tehát az nem egyházi privilégium volt, hanem ez valahogy így alakult az európai kultúrában, hogy a szervezett oktatást azt az egyház szervezte meg a korea középkortól kezdődően, és ezek mentek tovább. Abban voltak nagyon jók, hogy egészen fel a 20. század közepéig odafigyeltek arra, hogy a szegény, de tehetséges gyerekeket kiemeljék a környezetükből. Tehát egyfajta olyan válogatási rendszer volt már, a tehetséget nem engedték elkallódni, és nem csak odavitték, hanem végig kísérték, és valamiképpen megtanították arra, ami ma például, amennyire én ismerem az amerikai kontinensen, most Észak-Amerikára gondolok, tehát az Egyesült Államokra működik is, hogy az ott végzett diákok azt megtanulják, hogy felelősséggel tartoznak az iskolának, ahol végeztek, és annak a társadalomnak, amelyik őket elindította és anyagilag támogatta. Tehát, hogy nekem vissza is kell adni azért, amit kaptam, amit kivettem a közösből, azt az én tehetségem szerint vissza kell adni. Hát ezért működnek olyan jól azok az amerikai egyetemek, ahová a világ minden részéből most már vágyódnak. Tehát azt kevesen tudják, hogy mögötte ez az erkölcsi érték, alapérték, van biblikus alapérték, hogy én nem csak kiveszek a közösből, hanem oda vissza is teszek majd. Tehát először megkapom azt, amire elindítanak, aztán ez életem pedig arról szól, hogy Isten iránti hálával annak a közösségnek, amelyhez tartozom, amelytől sok mindent kaptam, ami lehetőséget adott, hogy az Isten szerint nekem adott talentumokat kibontsam, kamatoztassam, akár gazdaság terén, akár tudományos téren, abból én valamit vissza is tegyek, akár közvetlenül az iskolába is. Tehát egy nagyon erős ilyen közösségi tudatot adtak. Én örömmel hallom például mondjuk a pápai református kollégiumról, hogy amikor felkerülnek mondjuk Budapestre az ott érettségizett diákok, összejárnak. Tehát, hogy olyan erős közösséget kapnak a 4 év alatt, hogy felmennek, szétszóródnak a fővárosban, de megkeresnek egy alkalmat, ahol összejárjanak, együtt legyenek, mert meghatározó élmény nekik ez. Ez korábban még inkább volt, én azt hiszem, hogy az egyházi iskoláknak ma újra kell építeni ezeket a közösségszervező erejüket, ez a mögöttünk hagyott 2,5 évtized kevés volt erre, hiszen évszázados hagyományok törtek itt meg. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy van létjogosultsága. Az egyházi iskolában is a matekot azt számokkal tanítják, meg a biológiát, tehát ott nem lesz nincs más, eltérés. Nincs eltérés. Tehát a tárgyi tudásban én nem vagyok biztos, hogy többet is másként tudnak, hanem én azt hiszem, egy szellemiséget, egy lelki tartalmat kell, és az egyházi iskolák ebben jó lenne, ha megtalálnák ezeket az utakat,
amik az ő sajátjaik, és ebben azért tudnak tenni. Még hátra van egy-két percünk, és még egy nagyszerű programra szeretném felhívni a figyelmét, majd a kedves nézőknek lelkész úr segítségével, és kérem is a kollégákat, hogy készítsék elő nekünk azt a plakátot, amelynek segítségével majd felhívjuk a figyelmet, csak egy gondolat, egy fél mondat még addig, talán ne a koncertet mutassuk még. Most hogy állunk? Tehát hogy áll az iskola most, református iskola? Mik a fejlemények, mik a hírek? Tudunk-e minél tapsolni annak, hogy végre? Hát reméljük, hogy az év végéig eljutunk előrébb. Tehát egyelőre nincsen? Egyelőre nincsen több. Hát ugye itt választások voltak, aztán utána várjuk most az önkormányzattal, hogy újra tudjunk. Akkor mindent velem. Hajrá, és akkor most jön a plakát, és néhány gondolat, egy jótékonysági koncert lesz. Mit kell erről tudnunk? Hát most már 11. éve, hogy szervezzük ezt csöndben, reformációhoz kapcsolódóan olyan jótékonysági alkalmakat, amikor többnyire, ha lehet, gyerekek által érintett területekre, gyerekeknek adjuk ennek az alkalmaknak a bevételét. Az idén, tehát most október 31-én este 6 órától a református templomban Mészáros János Elek, aki valamelyik ilyen kereskedelmi műsornak a vetélkedőjét megnyerte, ő egy hívő református presbiter, ő jön el és fog énekelni közöttünk, illetve zenekari kísérettel, és ennek az alkalomnak a bevételét pedig a Lévai Felvidéki Magyar Nyelvű Református Gimnáziumnak a megsegítésére ajánljuk fel. November 2-án Kassai Gyula lévai református lelkész fog itt prédikálni, és azon a vasárnapon átadnánk az összegyűjt adományokat. Az iskola azért fontos, mert szórványban él ott a magyarság, és próbálják megmenteni, 5-6-7 gyerekkel is megindítanak egy osztályt, ez a gömöri szórványvidék már, ahol megpróbálják még hitben és nyelvben megőrizni az identitásukat, és Kassai Gyula pedig személyesen talán a nézők előtt ismert arról, hogy ő volt egyik azoknak, akik nyíltan vállalták, hogy felvették a magyar állampolgárságot Szlovákiában, és ezért megfosztották a szlovák állampolgárságától, tehát ezért is érdekes. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hát október 31-én 6 órára adományával a felvidéki magyar oktatást. Köszönöm szépen. Lelkészasszony lesz itt is, az evangelikusoknál is hasonló kezdeményezés. Istentisztelet lesz most, ugye a reformáció napján mi istentisztelettel fogunk ünnepelni. Mögöttünk van egy koncert, Mozart koncert volt ugye, és hát mindig szívügyünk a zene is, hiszen ez is nagyon fontos a protestáns egyházamban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és egy picit beszélgettünk itt a reformáció évfordulója kapcsán arról, hogy ma a reformáció mit is jelent, és azt gondolom, talán jutott eszembe az a szép gondolat, hogy az a szeretet, ami árad a lelkészekből, ha olyan lenne, mint mondjuk a tiszta vízű patak, és a fizika törvényeit vesszük alapul, akkor ugye a patak víz is mindig a legmélyebb helyre folyik le. A szeretet is azokba a lelki mélységekbe jusson el, ami árad önökből, ahova ez a tiszta vízű patak vize folyhatna, úgyhogy köszönjük áldásos munkájukat, és folytassák mindezt jó egészséggel. További szép estét önöknek, kedves nézők, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, minden nap vizsgálják meg magukat, egy picit ezzel is hozzájárulva a reformáció gondolataihoz. További szép estét, viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Stihl Ruhagyár.